Kedves jelenlévők, kedves barátaim, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket ezen a nyitó rendezvényen, ami nagy örök valamennyiünk számára. Alfred Hitchcock egyszer azt mondta, hogy nem hiszi, hogy túl sokan szeretnék a valóságot látni, akár színházban, akár moziban. Hogy csak valóságosnak kell látszani, mert a valóságot egyikünk sem tudja túl sokáig elviselni. És éppen ez a film. És a mozi lényege segít elviselni a valóságot, kiszakadni a valóságból, még a legnehezebb időkben is. Chaplin a gazdasági világválság idején, Woody Allen a 60-70-es évek átalakulása és útkeresése közepette, Bacsó Péter itt a kommunizmus évtizedei alatt segített nekünk, mert a mozi álom, amely messze visz a valóságtól, kiszakít a jelenből, és vagy megnyugtat, megvigasztal, vagy elemi erővel tárgyal elénk a világ visszasságait. Borsodban és Miskolcon pedig a filmművészet és a mozi otthonban. A Ricséről induló Cukor-Adolf, vagy a miskolci születésű Pressburgerinre mind olyan nagyjai a filmkészítésnek, akik nélkül ma Hollywood nem lenne olyan, amilyennek mi ismerünk. És még mi miskolciak szerencsések vagyunk, mert nem kell messzire mennünk a jó moziért, a jó filmekért, hiszen itt van nekünk a Cinefest, a már Európa hírű filmfesztivál, amely nem csak a hazai, hanem európai premierek színhelye is, amely évről éve értéket teremt, ápol és megőriz, amely fiatalokat ösztönöz a pályára, amely fiataloknak is kínál bemutatkozási lehetőséget. És a